Sziasztok, Görbe Palkó vagyok, és üdvözlök mindenkit a Goldenburg YouTube csatornáján. A mai videóban egy olasz fán különlegességet, a zeppolát fogjuk elkészíteni, amelyet Olaszországban a különleges ünnepekkor szoktak készíteni, de mi ezt megehetjük bármelyik nap, hiszen a hozzávalóink azok nekünk mindig rendelkezésre állnak, tehát bármikor meglephetjük vele a családot. Szükségünk lesz nyilván főzni való burgonyára, tojásra, lisztre, élesztőre, cukorra, vajra és vízre. Nagyjából ennyiből áll is az egész recept, illetve majd fahéjas porcukorba fogjuk a végén forgatni, de ezt majd a videó végén megmutatom nektek. Kezdjünk is hozzá, ehhez nem kell más tennünk, mint megpucolnunk 25 deka Goldenburg főzni való burgonyát. Ha megvagyunk a pucolással, akkor nincs más dolgunk, mint egyenlő méretű kockákra feldarabolni a burgonyát. Miután feldaraboltuk, vízbe tesszük, amiben nem teszünk sót, hiszen most egy édesételt készítünk, ezért az alapjául szolgáló burgonyát nyilván nem fogjuk megsózni, hiszen az egy kicsit érdekes mellékízt adna a végül elkészülő süteményünknek. Ha megpucoltuk és feldaraboltuk a burgonyát, akkor már csak egy dolgunk van, hogy puhára főzzük ebben a vízben, addig pedig, amíg ez fő, addig készítsük elő a keltésztának a hozzávalóit, amihez, ahogy az előbb is elmondtam, szükségünk lesz lisztre, tojásra, élesztőre, vajra, cukorra és egy kis vízre, amelyeket most én bele fogok mérni ebbe a dagasztótába közvetlenül. Elkészült a burgonyánk, úgyhogy már csak ennyi dolgunk van vele, hogy beletörjük az egészet az üstbe, utána pedig 10 perc alatt fényes, lágy tésztát készítsünk a géppel, amelyet utána természetesen 50 perc alatt duplájára keleszthetünk. Benne van most már a burgonya is, szóval annyi dolgunk van, hogy áttegyük az egészet a dagasztógépbe, ahol majd ugye közepes fokozaton 10 perc alatt nagyjából fényes tésztát készítünk a masszából, ami jelenleg az üstben van. Egy nagyon lágy, könnyű tésztát kaptunk, amelyről, mint látjátok, így teljesen könnyen lejön a zeppolánknak a masszája. Én ezt mindet leszedem, ugyanis ennyi, ez egy fánkot fog jelenteni a végeredményben. Már csak annyi dolgunk van, hogy letakarjuk egy rongyat, és 40 percet várjunk, amíg ez most megkell. Wow! Gyönyörű, szép keltésztánk lett, ami majdnem kijön az üstből, és már csak annyi a dolgunk vele, hogy most ezt innen kivarázsoljuk a belisztezett deszkára, ahol majd ugye át fogjuk gyúrni még, hogy utána ki tudjuk szaggatni. Kiszedtem a tésztát, látjátok, gyönyörű lett. Kicsit már átgyúrtam, de még itt fogok vele dolgozni. Én alapból is nagyon szeretem a keltésztákat, mert valahogy olyan boldogsággal töltenek el, hogy dolgozhatok velük. Tehát itt megnézhetitek, hogy nagyon szép kis buborékok vannak konkrétan benne, amitől majd az olajban még jobban nőni fognak. Kicsit még átgyúrom, és utána elkezdjük kiszaggatni, hogy utána megsüthessük. Közben teszek egy fél liter olajat a serpenyőbe, hogy ez melegedjen. Egy egyszerű kanállal fogjuk egyébként kiszaggatni, de ha van esetleg pogácsaszaggatótok, az is teljesen jó erre a célra. Nem kell túlzottan nagy golyókat csinálni belőle, hiszen meg fognak nőni nyilván a hő hatására.
Nem sokára felforr az olaj, addig én még összekeverem itt a fahéjat a porcukorral, ugyanis ebbe fogjuk forgatni a friss fánkokat, hogy ugye még melegen ez rájuk tapadjon. Az olaszoknál szinte az összes süteményük egyébként fahéjas cukorba van forgatva. Nem értem, miért van egyébként egy ilyen perverziójuk, de biztos, hogy eljönnének hozzánk és megkóstolnánk a kürtös kalácsunkat, akkor az elnyerni a tetszésüket ez alapján. Az olajunk az úgy látom, hogy teljesen fel is ford. Egy pár perc alatt egyébként mindkét oldaluk aranybarnára sül, és utána már csak a forgatás van hátra. Itt fontos, hogy ne csepegtessük le őket külön, hiszen az olajtól fog a fahéjas porcukor ugye rájuk ragadni. El is készült tehát az eppalánk, amivel már nincs más dolgunk, csak tálalni a családnak. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, a jövő héten pedig ismét találkozom. Sziasztok!